Köszöntöm nézőinket, önök a három témát látják. Ma este a stúdióban a vendégünk Pörneki Attila, a Gyulai Szakképzési Centrum főigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 2024. júliusától Pörneki Attilát nevezték ki a Gyulai Szakképzési Centrum vezetőjének. A főigazgató orvosházáról érkezett, ahol intézményvezetőként, matematika ének-zene tagozatos pedagógusként és karnagyvezetőként dolgozott. Mikor, hogyan vette át ezt a területet, és egyben felteném a következő kérdést, hogy honnan érkezett, milyen területről? Orvosházán élek, orvosházi születésű vagyok, orvosházán érettségiztem a Táncsics Mihály gimnáziumban, majd a Szegedi Tudományi Egyetem természettudományi karának matematika tanár szakán végeztem, és jó ideig, mint matematika tanár dolgoztam orvosházán. Már az egyetemi évek végén, tehát utolsó évben elkezdtem dolgozni az akkori József Attila általános iskolában, jelenleg orvosházi református két tanítási nyelvű általános iskola. Amikor ott elkezdtem dolgozni, azt még meg kell említeni, hogy közel áll hozzám a zene, és gyerekkorom óta zenélek, hegedültem, zongorázok, illetve 17 éves korom óta autodidakta módon karnagyi tevékenységet is folytatok, és mivel az egyetemi évek alatt ez a tevékenység megmaradt, ezért úgy éreztem és úgy gondoltam, hogy ezt is tegyem hivatalossá, így végeztem el már munka mellett ugyancsak Szegeden a ének-zene tanári szakot, majd később pedig okleveles ének-zene tanár lettem, és 5 év elteltével kaptam meghívást a jelenlegi intézménybe, aminek most ugye Kossuth Lajos Technikum Szakképzőiskola és Kollégium a neve, ezt a nevet viseli, akkor a Harukern Gyulai Harukernhez tartozott, és 2010 óta dolgozom az intézmény falain belül, mint matematika tanár. Az eltelt évek alatt több feladatot is végeztem az intézményben, voltam munkaközösségvezető, voltam osztályfőnök is. Ez mellett a karnagyi tevékenységet ezt tovább folytattam a városban, illetve az országban is több helyen. És 2019 végén keresett meg a ugye akkor már Gyulai Szakképzési Centrumnak a vezetése, hogy elvállalnám-e januártól az igazgatói feladatokat, amire igent mondtam is. 2020. január 1-től voltam az orvosházi Kossuth Lajos Technikumnak az igazgatója, egészen ugye 2024 júliusáig, amikor érkezett egy újabb felkérés, hogy a centrumnak a vezetését vegyem át, és tulajdonképpen így kerültem én Gyulára. Nem most kerültem ide, mert nyilvánvalóan, hogy mint igazgató 2020 óta, bocsánat, ugye a Gyulai Szakképzési Centrum falain belül tevékenykedem, és igazából ugye több szolgálati utam is volt már Gyulán, és ismerem a Harukern János technikumot is, és hát tulajdonképpen ugye néhány hete töltöm be ezt a pozíciót, ezt a feladatot, inkább így mondjam, vagy nevezhetjük ezt talán még jobb megnevezés a szolgálat, hiszen azt gondolom, hogy minden szintű vezetői feladat az egyfajta szolgálat is, és ismerkedem, nyilván a centrumnak a dolgozóit ugye ismertem igazgató koromból, illetve egy nagyon fontos dolog, hogy ugye Gyulán lévén, ugye egy Gyulai Szakképzési Centrum, én azt gondolom, hogy fontos az, hogy a centrum vezetésében egy olyan személy is legyen, egyrészt aki szakmailag is alkalmas, másrészt pedig aki ismeri a gyulai embereket,
illetve a gyulai igényeket, és nagyon örültem annak, hogy a Harukern intézményben találtam ilyen személyt, így a főigazgató helyettesi címet egy gyulai személy, Szőlősi Szabos tölti be, és én azt gondolom, hogy így kancellár úrral, illetve főigazgató helyettes úrral egy olyan vezetői csapat állt föl, ami tovább tudja vinni azt az elkezdett munkát, amit ugye itt 2015-ben a centrum megalakulásakor ugye elkezdtek az elődeink. Pörneki Attila főigazgató a minőségi munkára törekvést és a duális képzésben rejlő további lehetőséget tartja kiemelendőnek. Milyen terveket fogalmaz meg főigazgató úr így becsengetés előtti napokban? Ugye 6 iskola tartozik a gyulai szakképzési centrumhoz. Én mindenek előtt nagyon-nagyon fontosnak tartom a minőségi munkát, ugyanis az mellett, hogy nyilván beiskolázunk, és elmondjuk a szülőknek, gyerekeknek, hogy mi mit tudunk nyújtani, és utána ugye minket választanak. Én azt gondolom, hogy a legjobb reklám, meg a legjobb dolog az az, amit azok a gyerekek, azok a szülők visznek az intézményeinkről, amit ott megélnek a négy fal közötti, illetve az iskola falain belül. Nyilvánvalóan, hogy ezt az élményt nem a centrum fogja adni, hanem a 6 intézmény adja, és ugye a centrumnak itt egy olyan feladata van, hogy nyilvánvalóan egyrészt egy szakmai irányítás, ami nyilván a főigazgatónak a felelőssége, illetve a feltételeknek a megteremtése, hogy tudjuk a tanulóknak a megfelelő környezetet biztosítani ahhoz, hogy a legmagasabb szintű oktatást kapják. Ezt nyilván ezt közösen végezzük, ezt a feladatot egyeztetve kancellár úrral, tehát egy nagyon harmonikus vezetésnek kell kialakulnia ahhoz, hogy egy centrum jól működjön. Azt nyugodt szívvel mondhatom, hogy ez a harmónia, ez teljes mértékben működik a 3 vezető között, hogy így mondjam. És hát a másik nagyon fontos dolog, ami a szakképzésnek egy nagyon sarkallatos pontja, ez pedig a duális partnerekkel való kapcsolat, hiszen ugye az új szakképzési törvény, ami már nem is annyira új, mert ugye 2020-ban indult, erre nagyon nagy hangsúlyt fektet, hogy a tanulók, akik szakmát tanulnak, azok a legkorszerűbb technikákkal ismerkedjenek meg. Ezeket a legkorszerűbb technikákat, illetve magát az elvárásokat, azokat pedig a cégek tudják ugye a legjobban elmondani, illetve nyilván a cégek meg is élik. Úgyhogy a duális partnereknek a bővítése, illetve az, hogy a centrum minden tanulója, minél nagyobb létszámú tanulója duális partnereknél tudja végezni a gyakorlatát, az egy nagyon fontos dolog, hiszen ott gyakorlatilag már úgymond kis felnőtté tudnak válni a gyermekeink, hiszen ott már szakképzési munkaszerződésük van, amikor betegek, akkor táppénzen vannak, amikor szünet van, akkor szabadságon vannak. Tulajdonképpen a tanulók úgymond dolgozva tanulják meg a szakmát. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogyha van olyan szakma egy-egy intézményben, ahol mondjuk nem találunk duális partnert bármilyen oknál fogva, akkor pedig olyan tanműhelyi környezet, amiről talán a bevezetőben is ugye utaltunk rá, olyan tanműhelyi környezetnek a kialakítása, amely nyilvánvalóan vonzó és eleget tesz azoknak a feladatoknak, amelyeket egy tanulónak az adott szakmán belül el kell sajátítani. Tehát nagyon fontos, hogy mi, mint szakképzési centrum, gyakorlatilag a munkaerő piaci igényeknek megfeleljünk, jelenleg is, illetve majd a jövőben is. Egy változó világban élünk, amikor ugye szakmák tűnnek el, új szakmák születnek, éppen ezért nagyon fontos az, hogy mind a vezetésnek, mind a centrum vezetésnek,
vezetésnek, mind az igazgatóknak, mind pedig az oktatóknak nagyon innovatív szemlélete legyen, ugyanis azok a dolgok, amiket mondjuk 10-20 éve, 5 éve csináltunk, azok már lehet, hogy a mai dologban nem működnek. Egyrészt ugye más a világ, más a gyerekeknek a szellemisége, tehát egyrészt meg kell tanulni pedagógiailag azokat a technikákat, amikkel ugye át tudjuk adni, akár a közismereti részt is, ugyanakkor pedig ugyanezeket nyilván a szakmai képzésre is ugye ki kell terjeszteni. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy aki idejön, az egyrészt megtanulja a szakmát, másrészt ki tudja, amikor itt végez, akkor ki tudja szolgálni a jelenlegi igényeket, ugyanakkor innovatív legyen, hogy majd a jövőbeni igényeket is ki tudja szolgálni, akár továbbképzéssel, vagy akár átképzéssel, mert nyilvánvalóan, hogy a technika az folyamatosan változik. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azt is, hogy van egy nagyon jó szakképzési rendszer, egy nagyon jó szakképzési törvény, annak egy végrehajtási rendelete is, és az egy fontos cél, hogy a centrum minden intézményéről az a hír járja, hogy ez egy jó iskola. Tehát fő cél az, hogy jó iskolák legyenek a Gyulai Szakképzési Centrum színeiben, ahol a gyermek, hogyha akar, akkor ugye el tud helyezkedni már tanulmányait elvégezve a munkavilágában, de hogyha úgy tanul és jól tanul és alkalmasra, akkor zöld az út, hogy felsőoktatásban is tudjon tanulni. És ehhez nyilvánvalóan, hogy a kollégáink is napra készek legyenek, ezért folyamatosan, ez nyilván törvényi előírás is, de motiváljuk a kollégákat arra, hogy a továbbképzési lehetőségeken vegyenek részt, hogy mindig friss és aktuális tudás rendelkezzenek. Van-e esetleg olyan, ami mind a hat intézményre igaz? Gondolok arra, hogy sztár, nagyon népszerű szakmacsoportok. Van ilyen? Tudunk valami ilyen megfogalmazni? Vagy mindig a földrajzi, illetve a duális képzési lehetőségek határozzák meg, hogy adott intézménynél mi az, ami a legnépszerűbb a gyerekek körében? Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a földrajzi dolgok, azok fontosak, de nyilvánvalóan, hogy vannak népszerű szakmák, mint például a vendéglátás, azért ott van benne az élvonalban. Illetve hát még amit én itt kiemelnék, hogy olyan szintű szakmai oktatást nyújtani az adott iskolákban, hogyha azon a településen, ahol az iskola van, illetve abban a térségben lévő szülők, tanulók azt tudják mondani, hogy igenis, hogyha én ezt a szakmát akarom tanulni, akkor én mehetek a településemben működő szakképző intézménybe, vagy a térségemben lévő legközelebbi szakképző intézménybe, ne kelljen elmenni máshova. Igen, azt említette, hogyha nem találnak esetleg olyan duális partnert adott intézményen, adott szakmacsoporthoz vagy szakmához kötötten, akkor tanműhelyi megoldással segítik a gyerekek fejlődését. Ez jellemző? Vagy nagyjából azért felkészültek, vagy olyan szakmacsoportok vannak, amikhez megvannak a partnereik? Általában megvannak. Cél az, hogy minél nagyobb arányban legyenek meg, ez nyilvánvalóan, hogy a minisztériumnak is a kérése, de nyilvánvalóan, hogy ahol nincs, ott vagy nem tudunk felkutatni, ott nyilván muszáj ezeket a dolgokat a belső gyakorlatok keretein belül átadni a tanulóknak. Ez is egy jó megoldás. Igen, és ezt is tudom mondani, hogy nyilván van több ilyen szakma, és hát azért a diákjaink nagyon szépen szerepelnek a különböző versenyeken, ami úgy szintén a minőségi szakmai munkának egy mérése. A fiatalok hatékony megszólítása nem egyszerű, de megkerülhetetlen feladat. A Gyulai Szakképzési Centrum hosszú távú célkitűzése, a marketing kommunikáció erősítése. Az a cél, hogy mind a hat intézményről az a hír járja, hogy ez egy jó iskola. Mit
tudnak tenni ez érdekében? Egyrészt ugye ez, amit már talán utaltunk is rá, hogy ez egy két dolog kell hozzá. Egyrészt, mivel a 21. században élünk, én úgy gondolom, hogy és mindenhol jönnek szembe velünk az információk, meg a hirdetések, meg a ugye minden eladó most, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog a marketing szempontjából, hogy gyakorlatilag minden iskola aktívan, tehát legyen egy aktív iskolai élet, és erről az aktív iskolai életről nagyon fontos a híradás, az információáramlás, hogy az adott iskolának és az adott iskola környezete, meg hát akár ugye ki lehet itt ugye tágabb, akár a megye határon kívül is ki lehet tekinteni, mert hogyha tudjuk azt, hogy mondjuk Szarvason egy adott szakma nagyon jó, akkor miért ne jöhetnének a megye határon kívülről is diákok, vagy akár Orosházán van, és amúgy erre példa. Tehát egyrészt a marketing, hogy jelen legyünk, erre nagy hangsúlyt fogunk fektetni a jövőben, és a másik pedig a minőségi szakmai munka, tehát az a több mint 2000 tanuló, aki nálunk van, akár diák, akár pedig felnőtt, a felnőtt oktatás keretein belül, azok ezeknek az iskoláknak vigyék a jó hírét. Hiszen a legjobb marketing az azt mondom az, hogy hát gyere ide, mert én is ide jártam, gyere ide, mert a barátom ide járt, hogyha szakmát akarsz tanulni, hogyha ezt vagy azt a szakmát akarod tanulni, akkor tessék Gyulára jönni, mert Gyulán a legjobb ez a szakma, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy, és ezt pedig azok tudják kivinni, akik megtapasztalták, hogy ez az iskola, vagy ezek az iskolák ezeket tudják nyújtani. Fiatalok elérése azért nem annyira egyszerű. Tehát ez egy külön szakmaterület, ha fogalmazhatunk így. Milyen formában próbálják őket? Közösségi felületek? Közösségi felületek, azok nagyon fontosak, én azt gondolom, hiszen ugye a fiatalok használják ezt, és én azt gondolom, hogy ez az egyik dolog, a másik pedig minden iskolának nagyon jó a térségében lévő általános iskolákkal a kapcsolata. Minden iskolának jó az adott város vezetéssel a kapcsolata. Itt szeretném azt is kiemelni, hogy ez nagyon jó eső érzés volt az elmúlt hetekben, talán az egyik legjobb eső érzés, amikor polgármester úrral találkoztam, és beszélgettünk nyilván a centrumról, illetve a szakképzésről, és én azt gondolom, hogy ilyen foggattatásban részesülni, és egy ilyen megelőlegezett bizalmat adni, amelyet ő adott, és felajánlotta azt, hogy a centrum, illetve a Harukern iskola célkitűzéseit támogatja, és bármiben a segítségére van szükségünk, illetve a városvezetés segítségére, akkor forduljunk hozzá bizalommal. Hát ez nem csak Gyulán működik, hanem működik ugye mindegyik iskolában, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor lehetőség van egy városi rendezvényen való részvételre, szakmabemutatásra, bármilyen formában, akkor azon mi ott leszünk. Ezt tudom mondani minden településre. Illetve nyilvánvalóan, hogy most az őszi időszak, az a beiskolázásnak az időszaka, ugye pályaválasztás előtt vannak a nyolcadikosok, vagy úgy is mondhatjuk, hogy hetedik-nyolcadikosok, mert talán már a hetedikesek is ugye foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, hogy hogyan tovább, és igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy pályaorientációs napokra, osztályfőnöki órákra ellátogassunk, és bemutassuk az adott intézménynek a palettáit, és másik dolog pedig, hát nyilvánvalóan, hogy úgy választunk iskolát, hogy azért elmegyünk és megnézzük, tehát a nyílt napjaink is kiemelt jelentőségűek lesznek majd a következő időszakokban. Főigazgató,
Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet, a jövő heti viszontlátásig minden jót kívánok.